56 évvel ezelőtt éppen ezen a napon fedezték fel a zalakarosi gyógyvizet. Erre emlékeznek ma a dél-zalai városban. Az évforduló tiszteletére emléktáblát és kopjafát is avattak a zalakarosi gyógyfürdő bejáratánál. Már is kapcsolunk a helyszínre tudósítónkhoz, Fraunhofer Mártához és vendégéhez. Szervusz, Márti, parancsolj! Jó napot kívánok a kedves nézőknek, szervusz! Valóban 1962 volt az a dátum, amikor elindult az zalakarosi csoda. Így fogalmazott a város polgármestere az imént, amikor felavatták az emléktáblát és a kopjafát, amelyet ennek az évfordulónak az emlékére állítottak. Egy véletlen folytán találták meg itt Zalakarosban ezt a csodavizet, és hogy hogyan történt ez, erről már a polgármesteret kérdezem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy különleges történet, hiszen mint mindenütt Zala megyében itt is olajat kerestek, és hál' Istennek azt mondhat, hogy vizet találtak, és olyan fantasztikus gyógyvizet, ami később kiterült, hogy az, amire egy csodálatos gazdaság és egy történelmi dolog épült, hiszen ez maga a csoda is a történelem. Gondoljunk bele, hogy egy elhaló kis faluból, amelynek a lélekszáma nem ért el a 700 főt, egy térségi szerepkört betöltő település született, de nem csak térségi, hanem Magyarországban is, és ahogy fogalmaztam, Európában is térképre került Zalakaros. És egy számot hadd mondjak hozzá, a fennállás óta a fürdőnek közel 30 millió látogatója volt. Valaki azt mondta, hogy ennyi ember nem tévedhetett. Mindez jól jelzi azt a történelmi eseménynek a súlyát, ami 1962-ben történt itt. Örömmel fogadták akkor, hogy mégsem kőolajat, hanem vizet találtak ezen a településen, amelyet aztán néhány év múlva gyógyvízzé is nyilvánítottak. Így van, természetesen a kőolajkutatók bosszankodtak, viszont a helyiek rájöttek arra, abban a medencében kicsit fürödve, ami természetes úton képződött a kifolyt vízbe, hogy egy fantasztikus jó hatású gyógyvízről van szó, és mindent megtettek azért, hogy itt fürdő születhessen. Ebben megkapták a támogatást, és így született meg 1965-ben az zalakarosi fürdő, és ennek a történetét már ismerjük. Mi mindent hozott még ez a gyógyvíz a fürdőn kívül Zalakaros számára? Igen, szoktam mondani, azért Zalakaros nem csak a fürdő, nyilván mindenkinek ez jut eszébe, de úgy gondolom, rengeteg csoda van. Ha csak egyet mondok, a természet csodája a Kis-Balatonnal, a szőlőhegyekkel, a csodálatos panorámával, ez a természeti szépség, ami ugye megvolt már korábban is, de a gazdaság, ami a turizmus jelenti, fantasztikus jó megélhetési lehetőségeket, munkahelyeket teremtett, a szolgáltatásoknak a sorozatát és a településnek a jövőjét jelentette. Olyan feltételrendszert tudtunk biztosítani, ami Magyarország egyik legvirágosabb, legtisztább, legbiztonságosabb, és az egyik leglátogatottabb városát teremtette meg ezáltal. Polgármester úr, köszönöm szépen, és már is megyek tovább vezérigazgató úrhoz, Sziráki Lászlóhoz, aki a Gránit Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója, és elmondhatjuk, hogy a csoda azóta is töretlen, hiszen az 1962-es gyógyvíz megtalálása óta, 1965 óta egészen pontosan működik a gyógyfürdő, töretlenül így van, ez jó napot kívánok! Jó napot kívánok, így van, 53 éve működik az zalakarosi fürdő, amely már az ország egyik legnagyobb gyógycsalád és élményfürdője lett. 2018-ban az év fürdője szavazáson a második helyezést értük el a vendégeink szavazatai alapján. Mint polgármester úr már említette, hogy a 30 milliómadik látogatót várják a közeljövőben. Igen, várjuk. Kb. 650 ezer vendéget fogadunk évente, amely évről évre dinamikusan növekszik, és reméljük, hogy jövőre elérjük majd a 30 millió vendégünket is. És a fejlesztés pedig soha nem áll meg itt? Számos fejlesztés indult el és indul a következő évben is. Felújítjuk a gyógycentrumunkat, egy új szaunavilágot építünk, és felújítjuk az új hotelünket is pályázati támogatásokból. Látjuk egyébként, hogy ez a jó idő, ez is kedvez a gyógyfürdőnek, termálfürdőnek, most is nagyon sokan vannak. Ez nagyon kedvez nekünk, emiatt nyitva tartjuk a strandi medencénket is, és a vendégek nagy előszeretettel mennek ki, hiszen 25 fok van kint, és szívesen használják a strandi gyógyvizes medencénket és a kinti pihenőnket. A gyógyfürdő mire fog megújulni? A gyógycentrumot 2019 nyarára tervezzük átadni, a szaunavilágot pedig 2019 évvégére. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, tehát Zalakaroson vagyunk ezekben a percekben, itt egy csodát ünnepelnek a mai napon, hiszen 56 évvel ezelőtt fedezték fel a gyógyvizet, amelynek a története és amelynek az élete azóta is teljesen töretlen, nagyon sok vendéget fogadnak Zalakaroson, az egyik leglátogatottabb városa, gyógyvárosa, gyógyfürdője ez az országnak. Maradjon is így, Fraunhofer Mártának Zalakarosról köszönjük szépen!